Dark Horse a maga a zeneszámnak a szimbolikája, az még erőteljesebb, mint a másik kettő volt, amivel foglalkoztunk eddig. Lehet, hogy csak azért, mert ez annyira egyértelmű, hogy mi is az, amiről szól. Ugyanúgy fogunk haladni, mint ahogy a múltkor is. Lelassítom, és akkor meg fogjuk nézni, hogy mi az, amiről énekel, illetve hogy nagyjából mi az a kép, ami hozzá tartozik. Hogyha elkezdenénk elemezni, úgyhogy minden egyes képkockát meg akarnánk nézni, akkor soha nem lenne vége, úgyhogy én annyira nem fog belemenni, hogy szerintem a szimbolika teljesen egyértelmű, hiszen Egyiptomról van szó, úgyhogy nem is lehetne egyértelmű. Ráadásul ki is írják nekünk, hogy Memphis, Egyiptom. Ugye ez az, ahol játszódik ez a történet. Memphis, Egyiptom, és azt írja ugye, hogy nagyon régen, vagy hát őrült régen, szó szerint ez az, amit ír. Meg akarom mutatni Memphis, Egyiptomot, hogy miért is választhatták Memphis-t úgy, mint a várost. Ugyanis Memphis, Egyiptom az 66 a pitagoraszi numerológiában. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy éppen Memphis-t választották. Katy Perry utazik lefelé a folyón ebben a gondolában, és ezek a jellegzetes egyiptomi karakterek azok, amiket felfedezhetünk. Ő egyfajta királynő, hogyha jól vettem ki a klipből, akkor hozzá fognak érkezni mindenféle ajándékokkal, kérők talán. De ez esetben utazik le a folyón. Azt mondja, hogy tudtam, hogy el fogsz jönni hozzám. Én azt javaslom mindenkinek, hogy úgy nézze ismét csak, mint ahogyan az előzőket. Ez teljesen ugyanarra a sémára épül. Ezúttal Katy Perry személyesíti meg Satánt, az ellenséged. Ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük, akkor érthető lesz, hogy miről is van szó. Arról beszél, hogy tudtam, hogy el fogsz jönni hozzám. Ugye azokra a kérőkre utal, akikről szó lesz, és azt mondja, hogy és íme itt vagy. Ugyanúgy, ahogy az emberiség nagy része, ugyanúgy az emberiség nagy része az ellenséget választja az által, ahogyan él, ugye magatartásával, erről beszél ő is, hogy tudta, hogy úgy is a legtöbb embert meg fogja tudni téveszteni, hiszen az ember már csak ilyen. Ezek a karakterek többször előkerülnek, az a rács forma a fejükön jelképezi az emberiséget, az, hogy az emberi elme benne van ebben a börtönben, amiből nem tud kiszabadulni, hiszen a tudatlanság, illetve a program az teljesen hatása alatt tartja az emberiséget. Ráadásul azzal, hogy kék szerintem ad neki egy ilyen hibrid tónust is, hogy ugye az ember nem kék alapvetően. Ezáltal, mivel nincs kék színű ember, ez egy ilyen hibrid ember, aki magába foglalja vagy mindet, vagy egyiket se, de mindenképpen a rabszolgája. Ezt jelképezik a láncok is, ugye a nyakukban, amik ott lógnak. Arról beszél, hogy tudtam, hogy el fogsz jönni hozzám, és íme itt vagy, de most jobb, hogyha óvatosan, vagyis hát körültekintően választasz. Erről beszél Katy Perry. Ezután vált a helyszín, és bekerülünk ebbe az egyiptomi templomba, ahol tulajdonképpen az összes szimbólum szerepel, amit csak az ember látni akar. Érdekes az is, hogy az egész klip úgy tűnik, minthogyha volt egy másik száma, azt hiszem, amikor Snoop Dogg-gal volt egy klipben, annak talán a címe is valami ilyesmi volt, de olyan, mint egy képregény, mint hogy egy rajzfilm lenne, annyira élesek a színek, és szerintem ez is a lényeg pontosan, hogy ez egy álomvilág, hogy nincs ilyen a valóságban ennyire színes, vagy ennyire élénk
világ. Ugyanúgy ott vannak azok a rabszolgák, ahogy eddig is a kék ruhában, és mellette azok a macskafejű dolgok, illetve az összes szolgálója, ő az, aki a trónon ül, úgy, mint az ellenség. És azt mondja, hogy jobb, ha óvatosan választasz, mert mindenre képes vagyok, ez az, amit mond itt neki. Mindenre és bármire képes vagyok, így figyelmezteti ezeket, akik elé járulnak. Ő, ez az első karakter, aki most megérkezik. Valamilyen ajándékot hoz, mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mi is az, amit csinál. Arról beszél ugye, hogy tégy engem a te Afroditéddé. Afroditével utal ugye a... Azt hiszem Afrodité görög istennő volt. Így van, Afrodité az egy görög mitológiai karakter volt, és a szerelem és a szépség istennője volt. A római mitológiában, a késő köztársaság korában Vénusszal azonosították. Ez az, amiről beszél Mars és Vénusz, ugye a két fő karakter a római mitológiában, de egyébként pedig Zeus és Afrodité a görög mitológiában. Afrodité apja egyébként Zeus volt. Tehát ez Afrodité ezért utal vissza erre. De a görögöknél Hathor volt az, aki ennek a... Bocsánat, a Egyiptomban Hathor volt, aki a megfelelője volt a szerelem istennője. Róla beszéltünk, hogyha visszaemlékeztek, amikor Egyiptom isteneiről volt szó. Születéséről kétféle monda létezik, hogyha már Afroditéről van szó. Nagyszerű. Így van. Az egyik mítosz szerint Kronosz kasztrálta Uránusz. Kronosz volt a görög... Bocsánat, ugye ez görög, így van. Görög mitológiában Kronosz volt az idő istene, ugye később ez Szaturnusz. Hogyha láttátok a Szaturnuszon készült videót, abban benne van Kronosz, illetve Szaturnusz szintén. Tehát kasztrálta apját Uránoszt, és ettől a tenger habot vert és hullámzott, és a habokból egy kagyló héjon kelt ki Afrodité. Ez egyébként ugyanaz, mint ami Vénusz később a római mitológiában, akinek szépsége elvakította az Olimposzt, ez volt az isteneknek a hegye, ahol az istenek laktak, legalábbis a görögök szerint. Afrodité neve arra is erre utal egyébként, az Afrosz az habot jelent, a név pedig itt az elején írja, habokból kiemelkedő, ezt jelenti Afrodité. Ezért mondja itt ugye, hogy tégy engem a te Afroditédé, ugyanis elkápráztatja az embert, az, amit ajánl, az elvarázsolja az embert, és ezzel magához csábítja. Ugyanúgy, ahogyan az ellenség egyébként a világban. Hát megint csak láthatjuk az ember is, az átlag emberiséget azzal a ráccsal, illetve a láncokkal a nyakában és a fején. Ugyanúgy, hogy eddig. A legenda szerint, ugye így tovább folytatja, amikor kilépett a partra, Afrodité, amerre járt, a lába nyomán csodás növények és fák keltek ki a földből, ezeket Afrodité növényeinek nevezett. Ezeket az Afrodité növényeinek nevezett gyümölcsöket, virágokat, illatszereket különösen alkalmasnak tartják a szerelmi vágy fokozására. De gyakorlatilag az ugye erkölcstelenségről beszél bibliai értelemben, illetve az írások alapján az, amit Afrodité vagy Vénusz képvisel, az ugye erkölcstelenség lenne legjobb esetben, de egyébként paráznaságnak minősül. Innen jön a kifejezés egyébként afrodiziákum, úgy, mint olyan növények, amelyek vágyfokozó jellegűek. Másik legenda szerint Zeus és Dioné lánya Homérosz is így említi az eposzaiban. Úgyhogy ez a két verzió van Afroditéről, erre utal itt Katy Perry, amikor azt mondja, hogy tégy engem a te Afroditéddé. És erre jelentkeznek ezek a kérők, akik én úgy gondolom, hogy az emberiséget jellemzik, illetve az emberiségnek a vezetőit, ahogyan ők szolgálják az ellenséget, illetve ahogyan az egész világ tudatlanságában próbálja
Hát nem is azt mondom, hogy próbál a kedvében járni, mert azért ez túlzás lenne, de azt csinálja. Nem feltétlen próbál, hiszen nem is tudja, hogy ez létezik, ez a dolog, de tudatlanságában mégis mindenki az ellenséget szolgálja. Még egy dolog, ugye le van fedve az egyik szeme, a jobb szeme, hogyha jól látom így a képen, és azt akarom megmutatni, hogy erre utal, csak azért, hogy ha esetleg valakinek nincs elképzelése, hogy miért is szerepel ez a letakart szem, vagy az egy szem oly sokszor. Az egyik oka az, amit Zakariás 11-es fejezetben olvas, a 17-es versben, jaj, a mi haszna pásztornak, aki elhagyja a juhokat, fegyver a karjára és a jobb szemére. Karja száraz, a száradjon, és jobb szeme sötét, a sötét egyik. Ez az egyik dolog, amire utal a letakart szeme ennek a karakternek, de úgy általában ez a szimbólum, amit használok oly sokszor, ez erre vezethető vissza, legalábbis erre is. Maguk az angyalok, az emberiség pásztorai lettek volna, közvetítettek volna a teremtő és az emberiség között, azonban ezt nem tették meg. A következő, ugye ez maga a főhős tulajdonképpen, az ismert kobra fejdísszel a fején, maga a kígyó, a szárnyas kígyó, ami egyértelmű utalás egy Mózes 3-ra, amikor is nakás, vagy pedig a kígyó eltéríti az útról az emberiséget. Ugye maga a nakás, egy szárnyas kígyó, úgy, mint a kerub lény, ezért használják a kobrát, hiszen a kobra olyan, mintha lenne egy szárnya. Ugye ez a szimbólum is visszautal az írásokra, mint minden más az egész világon, csak az emberiség ezt nem érti. Megérkezik az első kérő, újra visszatérünk a gondolához. Maga az a piros gyémánt, még ezt megmutatom azok számára, akik a gyémánt az 33, ezért használják oly sokszor. A másik dolog, ami mindig előkerül a klipekben, az a szerelem. Az a szerelem, amiről beszél most, mikor azt mondja, hogy tégy engem az a te egyetlen egyeddé. Hogyha körülnézünk a világban, akkor látjuk azt, hogy az emberiség elhitte ezt, az emberiség elfogadta azt, a szerelem az egyáltalán szükséges az életen, ez az egyik. A másik pedig, ami érdekes szerintem az, hogy az emberiség elfogadta azt, hogy az a szerelem, illetve a szeretet, amit látunk a filmekben, a videoklipekben, a zenékben, ami nem is lehetne tulajdonképpen távolabb attól, ami a valóság. De az kétségtelen, hogy erről beszél, nem csak ez a zene, majdhogy nem az összes többi. Ilyen vagy olyan formában a szerelemről beszél, ami nem más, mint az erkölcstelenség, vagy a parázsaság az írás szerint. Ezért is említi Afroditét, vagy Vénuszt, aki ennek az istennője. Így kapcsolódik össze a kettő. Ez az, amit közvetít. Az üzenete az ez, hogy a szerelem az valami olyasmi, amit mindenkinek keresnie kell, és azt meg lehet találni így, ahogyan ő azt közvetíti a klipben. A probléma az, amennyiben ezt keresi az ember, akkor el fog jutni hozzá, és az pedig nem az az út, ahova a legtöbben szeretnének kerülni a végén. És hát oda, ahova az vezet. Figyelmeztet is, ezért azt mondja, hogy de ne tégy engem az ellenségeddé. Tégy engem az egyetlen egyeddé, de ne tégy az ellenségeddé. És ugye figyelmezteti azokat, akik elé járulnak. A refrén az egyébként az, hogy tehát te szeretnél játszani a varázslattal, vagy a mágiával. Ugye az a kifejezés, amit ő használ, az angolul magic, vagyis varázslat. Ő a mágiára utal, amiről beszél, az mágia, ami megint csak a valóságnak egy illúziója, vagy hogy mondjam, egy alternatív valóság, ami nem igaz, egy illúzió, amit ő ajánl, hiszen ezt kérdezte, hogy ezt akarja, tégy engem az egyetlen egyeddé, ne tégy az ellenségeddé, és mivel részt veszel ebben az egészben, ez azt jelenti, hogy te
ezzel az illúzió, vagy ezzel a varázslattal akarsz játszani, ebben szeretnél részt venni. És ő az, aki irányítja ezt, és minden mást ezen a világon. Mivel ugye ezt választotta ez az ember, és itt van, mindjárt látjuk, hogy milyennek a következménye, előtte azonban azt mondja, hogy fiú, tudnod kellene, hogy mi az, ami, hát amiben részt veszel gyakorlatilag, mi az, amiért, amibe belekerültél, mi az, amibe belekeveredtél azzal, hogy játszol a varázslattal. Ez az a pont, amikor ez elpusztul, ez a karakter, de előtte még megkérdezi azt, hogy vállalod-e ezt, hogy hajlandó vagy részt venni abban, ami következik. Azért, mert én úgy, hát rontok rád azaz, amit akar mondani, mint egy sötét ló. Hogy vállalod ezt, játszol-e ezzel a varázslattal, annak az a következménye, hogy el fog pusztulni az ember. Még egy érdekességet elmondok a fekete lóról, ha már itt tartunk, az pedig az, hogy az angolban a sötét ló, ugye, mint Dark Horse, a sötét ló az egy kifejezés, ami azt jelenti, hogy valamilyen váratlanul feltűnő lehetőség, vagy választási lehetőség. Akár politikai jelölt, más választásokon feltűnő lehetőség. És a lóversenyből ered ez a kifejezés, amikor is egy olyan győztes születik, aki váratlanul kerül oda. Ez jelenti a sötét ló. De egyébként magyarul is használjuk ezt a kifejezést. Ez a másik, amit szerintem ezzel ki akartak fejezni, az pedig az, hogy az ember nem számít arra, ami történik. Ugyanúgy, mint az előző két zeneszámban, most is lényegében elmondja, hogy mi is az, ami történik. Érdekes számomra az, hogy ennyire egyértelmű, hogy miről beszél, azt elmondja ugye, hogy ez egy veszélyes játék, ez egy illúzió, az embert váratlanul fogja érni az, ami következik. Ennek ellenére az emberiség nagy része az teljesen tudatlan ez ügyben. És az, hogy Afrodité, illetve Vénusz, vagy ugye Hathor, vagy így a szerelem köré csoportosítja ezt az egészet, az nagyszerűen mutatja, hogy hogyan használja fel az ellenség a nőt különösképpen, de a férfit ugyanígy, hogyan használja ki az embereknek a gyengeségeit. A férfinak természetesen a magát, a benne lakozó ösztönt, míg olyan értelemben, mint az erkölcstelenség vagy a bujaság, míg a nőben, hogy manipulálható olyan értelemben, mint érzelmileg. És így a kettő egymást lerombolja ahelyett, hogy erősíteni. Ennek egy nagyszerű példája az, ami történik ezzel a karakterrel. Most megkérdezi tőle, hogy készen állsz-e arra, ami jön. Ez ismét csak az a mindent látó szem, vagy az egy szem szimbóluma, amit az előbb megnéztünk. Erről is egyébként van néhány videó magáról a mindent látó szemről, ugye Rá és Egyiptomban, de hogyan utal vissza a napistenre, stb. Stb. Ezt már megtárgyaltuk. Ugye felteszi a kérdés, hogy készen állsz-e, és amit mond az, hogy a tökéletes vihar, amiről beszél. A tökéletes vihar szintén egy kifejezés. Nem tudom, hogy ezt magyarban mennyire használják, de az angolban tökéletes vihar azt jelenti, amit szó szerint jelent, ugyanezt egy átvitt értelemben. Tökéletes vihar az, amikor minden körülmény egymást erősítve létrehoz egy ilyen kaotikus állapotot. Ez az, amiről beszél. Azt kérdezi, hogy készen állsz-e, játszol ezzel a varázslattal, ezzel az illúzióval. Hogyha igen, akkor vállalod ezt az egészet, készen állsz-e arra, hogy ez egy tökéletes vihar, amikor minden körülmény összeáll, nem az emberiség ellen. Az ember az, akit képviselnek azok a kérők, akik ő elé járulnak. És azt mondja, hogy készen állsz erre a viharra, ugyanis ha egyszer már az enyém vagy, akkor utána nincsen visszaút. Szó szerint ez az, amit mond. És hogyha már ezt a képet ilyen jól elcsíptük, akkor megmutatom még egyszer, amit Zakariás ír, a karja száradjon, szárazza és a jobb szeme sötétedjék meg. Pontosan az, ami történik a képen. Ugye a jobb oldala elszárad, és a jobb szeme
Eltűnik, de az amúgy sem volt. Persze az egész ember eltűnik, de érdekes módon pont így jelenik meg, ahogyan Zakariás írja. És azt mondja, hogy innen már nincsen visszaút. Itt van ez a nagy, nem is tudom mi ez a forma. Ez az, aki mondja, hogy nincs visszaút. Szóval ezt a részét a refrénnek ez a Sphinx-szerű dolog mondja, akin szintén rajta van ez a kobra-szerű sisak, ugyanúgy visszautal Nahásra, vagy pedig a szárnyas kígyóra, aki a kertben megtévesztette az emberiséget. Mindössze ez maradt meg ebből az emberből. Hát nem is tudom, talán egy fejdísz lehet, de valamiféle ékszer, amit érdekes módon azután Afrodité, vagy Vénusz, vagy ez a csábító, az ellenség megesz szó szerint. A nyaklánc, ami rajta van, az szintén a főnixet ábrázolja, a szárnyas nap, ugye a korong és a két szárny, amiről már szintén nagyon sokszor volt szó. Ez egyébként megjelenik számos országnak a címerében is, ugyanez a szimbólum, úgy mint sas vagy a turulmadár. Ugyanez a szimbólum, ami a nyakában van, ez a két szárnyal, a kör és benne a T betű. Ugyanez a szimbólum megtalálható majdnem minden ország zászlójában vagy címerében. Az Amerikai Egyesült Államokkal az élen természetesen, ami a modern Babilon legalábbis az egyik ága annak, ugyanúgy az összes többi, szinte minden. Még minden országnak valamilyen formában a sas szerepel a kultúrájában, hogy elég, hogyha csak a turulmadára gondol mindenki a magyar vonatkozásban. Németország egyértelműen, Oroszországnak a kétfejű sas, Albánia, Ausztria, mind-mind ugyanez a jel. Sőt, a német címer a második világháborúban szinte ugyanez volt szó szerint. Azért, mert ugyanaz a gondolatmenet, ugyanaz él tovább a kezdetektől. De egyébként még a pólóján is az egyik szem nyitva van, a másik szem pedig csukva ezen a karakteren. Úgyhogy a részletekre is ügyeltek. Megint látjuk a rabszolgákat, akiknek érdekes, hogy az alsó nadrág az van írva, hogy fáraó, ugye? Ezután egyértelművé válik sok minden egyébként, ha esetleg eddig nem volt az. Ez a négy, illetve hát a főbb egyiptomi istenségek, úgy mint Horus, Seth, Osiris és Isis, aminek közepén van ő benne. Most eltekintve attól, hogy gyakorlatilag mesztelenül van egy videóklipben, a kígyó ismét megjelenik, és ez az, ami tekeredik körbe-körbe rajta. Ezt magát, ezt a vizuális, egy szimbólum orgiát elemezni, de szerintem egyértelmű. De a Mark My Words az azt jelenti, hogy figyelj nagyon arra, amit mondok. Azaz jegyezd meg, amit mondok szó szerint. Ez a szerelem fel fog téged emelni, úgy mint levitál, mikor lebeg vannak azok a médiumok, vagy akárkik, akik spirituálisan képesek lebegni állítólag, ez az, amiről beszél, hogy levitál, úgy mint lebeg, szóval a szerelem maga ezt teszi veled. Ezután ez az a jelenet, amikor megeszi ezt a valamit, amit hozott volna ajándékba ez a karakter, és úgy fogsz repülni, mint egy madár, ez az, amiről beszél. Mint egy madár a kalitka nélkül. Ezután azt mondja, hogy mi földhő, hát lehet, hogy úgy lenne a legegyszerűbb fogalmazni, hogy a földhöz ragadtak, hogy földhöz ragadtak vagyunk, de az angyalokra utal, azért mondja, hogy mi átvitt értelemben is használja, de itt most szó szerint érti. Úgy, mint földhöz ragadt, úgy, mint maradi, de ebben az esetben azt mondja, hogy egyszerű, viszont ha értjük, hogy mi az, amiről szól, és kikről szól, akkor megérthetjük azt, hogy arról beszél, hogy az angyalok a földön ragadtak. Ők itt maradtak a földön, ezért mondja azt, hogy mi földhöz ragadtak vagyunk. Ha úgy döntesz, hogy elhagysz minket, hogy elmész, vagy hogy nem minket választasz, ugye megint csak figyelmeztet Afrodité, akkor azt mondja, hogy ne hagyj el minket. Szóval, ha úgy döntenél, akkor ne hagyj minket magunkra. Megjön a következő, ne hagyj el minket. Megjön a következő karakter, ez egy ilyen kövére forma. Most azt mondja, hogy ez az egész benne van a tenyeredben. Amire gondol az az,
hogy a döntés az ember kezében van. És még egyszer mondom, ha csak elemezzük, csak egyszerűen amit mond egy alapszinten, akkor igazából nincs értelme az egésznek. Viszont hogyha megértjük, hogy ezek az emberek az ellenség vezetésével, akik uralják ezt a világot, nem csak hogy, oké, felmerül a kérdés, hogy miért mondanák el. Ez rengetegszer előfordul, hogy miért mondják el, miért mondják el. Megvan erre is a válasz, hogyha esetleg elfelejteném, akkor a végén elmondom, ha eszembe jutatjátok. De amit akartam az az, hogy azzal, hogy elmondják, azzal, hogy elmondja itt, hogy ez egy varázslat, hogy amiben belekeveredsz, az varázslat lesz, az életedbe fog kerülni, innen nincs visszaút, hiszen úgy tűnik elő, mint egy sötét ló. Ugye az erőt jelképezi a sötét ló, vagy az, ami ellenállhatatlan és váratlan, hogy ebből nincsen kiút, és a döntés a te kezedben van. Azáltal, hogy elmondja, az egyik, amit elér, az az, figyelmezteti az emberiséget egyúttal egy ilyen mágikus, egy varázsigét is mond azzal, hogy amit csinálnak. Úgy értem, hogy a szimbólumok, amiket látunk, azok nem véletlenül, vagy csak egyszerűen jól néz ki. Ugye most letakarja az egyik szemét ismét, mint ahogy már oly sokszor. Szóval amit látunk, annak mindnek megvan a jelentőség. Az összes színnek, a mindennek, amit mond, annak megvan a jelentőség. Azt mondja, hogy a döntés a te kezedben van. Igen vagy nem, nincsen olyan, hogy talán. Választania kell mindenkinek, hiszen az egész világon mindenkinek választania kell, és ahogy választ, az az, ahogyan él. És úgy, mint az előző két zenében, ugyanaz az üzenete ennek is, mint ami azoknak volt. El kell, hogy mondják, hiszen az embernek önszántából kell választania. Úgyhogy aki keresi a választ arra a kérdés, hogy ó, miért mondanák el, miért csinálják ezt, miért csinálják azt. Egyrészt azzal, hogy elmondom, azzal megszűnik az a rejtély, ami körülövezné, hogy ú, most ez egy titkos társaság, stb. Azzal, hogy világossá válik, ezáltal megszűnik rejtélyesnek lenni. A másik pedig az, ahogyan elő van adva, mint ez a zeneszám, mind azzal az erotikával, mind azokkal a szimbólumokkal, a hátsó üzenetekkel, és az egésszel azokat, akik gyanútlanul nézik, a hatása alá vonja. Annak az eredménye nem az lesz, hogy ő megbabonázva jár az utcán, mint egy holdkoros, bár van, aki igen, hanem az, hogy elhiszi az üzenetét. Elhiszi azt, hogy ez a szerelem, hogy egy nőnek így kell viselkedni, hogy egy férfinek így kell viselkedni, hogy így kell kinézni, hogy ez a lényeg, hogy ez a vonzó, ez az értékes. Ilyen értelemben is. Van egy sokkal gyakorlatilasabb része annak, ahogyan az embert a hatása alá vonja ez az egész. Nem feltétlen úgy babonázza meg, hogy teljesen tudatlan lesz. Bár úgy is, mert ugye a világ az, de a másik az, ahogyan formálja az ember gondolkodás módját. Azok az üzenetek, azok a jelek, azok a színek, az öltözködés, minden azt a célt szolgálja, hogy az embert a hatása alá kerítse. És pontosan ez az, ami történik. Az emberiséget megbabonázza. A legtöbb ember, még egy felnőtt is elhiszi, hogy a szerelem az, amit egy filmben lát. Vagy hogy az kellene, hogy legyen az élet célja. Vagy hogy úgy kellene megközelíteni a saját szerepét. Vagy a családot, vagy a munkát, vagy a karriert, vagy minden más, ahogyan azt látja a filmben, vagy az újságban, vagy a zenében. Így is elbűveli az emberiséget. Úgyhogy, de ezen felül, ugye azt mondja, hogy nincsen talán, vagy ez, vagy az, de nincsen olyan, hogy talán ebben az egészben. Úgy, ahogyan az életben sincs. Aki nem választ, annak válasz az ellenség. Olyan nincs, hogy valaki semleges marad. Az a lényeg, hogy vagy ez, vagy azt választja az ember, viszont amit mond, az az, hogy csak légy biztos abban, amit választasz. Ugye a gyémánt most már nagyszerűen látszik a két kígyó, a két oldalán, benne ebbe a sok háromszögbe, ugye, ami egy csillagot formáz, benne a gyémánt és a szárny, ugyanúgy, ahogyan a ruháján volt az előbb a nap és a szárnyak körülötte. A lényeg az, hogy bárki bármit is választ, jobb, hogyha teljes mélszélsége mögé áll, ugyanis az lesz az életének az eredménye a végén. Ha ezt választja az ember,
ha azt választja, ha már választ, akkor már jobb, hogyha teljesen 100%-osan azt az utat járja. Szóval azt mondja, hogy légy biztos abban, amit csinálsz, mielőtt feladod ezt az egészet nekem, ugye átadod nekem mindazt, amit tudsz, amit hozhatsz. Ahogyan ezek az emberek hozták az ajándékot, ugyanúgy mindenki viszi a saját lelkét. Úgyhogy jobb, ha mindenki biztos abban, amit választ, pontosan erre figyelmezte. Mielőtt átadod, légy biztos benne, ugyanis innen nincsen vissza. Afrodité, vagy ez a valaki, aki ugye végeredményben mindazt a gonoszt testesíti meg, ami az emberiség ellen van. Ő pedig felfal mindent, megszerez mindent, ami érték abból, aki ezt elé hozza, úgy, hogy azt elpusztítja. Mint ahogy az előzőt is, és elszerezte azt a gyémántot, vagy mint ugyanúgy, amit ez hozott, azt is elveszi tőle, megeszi, megissza, bármi is az. Mielőtt odaadod nekem, jobb, hogyha biztos vagy benne, ugyanis innen nincs visszaút, és a kérdés ugyanaz, hogy akarsz-e játszani. Illetve nem is az a kérdés, hogy akarsz-e, hanem az, hogy szóval, akkor te ezzel az illúzióval, vagy ezzel a mágiával akarsz játszani. És ismét egy másik formában tűnik fel ezúttal, de a kérdés ugyanaz marad. Ha akarsz ezzel játszani, akkor tudnod kellene, hogy mi az, amiben belekerülsz. Ez az, amit ugye mond ugyanúgy a refrén, ahogy az előbb volt. Gyakorlatilag figyelmezteti az emberiséget. És utána felteszi a kérdést ismét, hogy akkor megmered-e csinálni ezt, amiről szó van. Egyébként a fején, ha megnézzük, ugyanaz a sas szimbólum található meg, amit eddig láttunk, különösen az amerikai címerben. Az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatilag a modern Babilon, ugyanúgy, ahogy az egyiptomi birodalom, Asszíria, Babilon, görög-római, mind-mind annak a kultúrának idézőjelben a továbbélése, az eredeti Babilonnak, annak, ahol először intézményes formában elindult a bálványimádás, ma ez Amerikai Egyesült Államok. Ha valaki megnézi ezt a két szimbólumot, nem lehet nem észrevenni a hasonlóságot. A legfelsőbb bíróság, vagy a fellebbviteli bíróság az Amerikai Egyesült Államokban. Ugyanúgy ott van a sas, fölötte szinte szóró-szóra ugyanez a szimbólum, amit láthatunk itt. A sas körrel, a két lábában a nyíl, illetve a nyilvessző, illetve az ágak, azért, mert ez mind ugyanazt szimbolizálja, amit már akkor is. Ennek rendszernek a tovább élését láthatjuk az egész történelemben. A világon mindig ugyanaz a sötét erő uralkodott, és ez az, amiről szól ez a klip, ez az, amit elmond, hogy játszani akarsz ezzel a varázslattal, az illúzióval, játszol a tűzzel magyarán, és a te kezedben van a döntés, hogyha ezt megmered csinálni, ugye ez a kérdés, hogy megmered-e csinálni ezt, ismét feltűnik Afrodité, aki elcsábítja az emberiséget, ugyanúgy, ahogyan az elemi szinten ugye a maga ez a nő elcsábítja ezt a férfit, ugyanúgy elcsábítja az emberiséget az ellenség. Hogyha ezt megmered csinálni, ugye ez az, amiről beszél, akkor az a helyzet úgy lerohan, mint egy sötét ló. Azaz ember nem is számít rá, és ellenállhatatlanul ez az erő uralmába kerítés el fogja pusztítani. Nagyszerűen összefoglalja ez az arckifejezés. Ismét elpusztul ez a karakter, a következő, hiszen ez a sorsa az egész emberiségnek. Amikor azt mondta, hogy igen vagy nem, azaz válasz egy oldal, csak ne legyen talán, mert olyan nincs. Így is úgy is választasz, ha valaki nem választ, akkor az automatikusan a széles utat járja. Ez az, amiről szól ez a videóklip. Ez az, amikor szembesül az ember, mikor már mindegy, ugyanis túl késő. Ez az a kehely, amelyből ivott ez a figura, és ugye a kérdés ugyanaz, készen állsz-e? Készen állsz erre, de teljesen mindegy, hiszen már túl késő. Ő pedig megissza az ajándékot, és halad tovább. Újra a rabszolgák, és amire készen áll az ember, az pedig ugye ez a vihar. Ez a tökéletes vihar, ami közeleg. Nem csak, hogy ami az emberre, ugye itt a karakterre, vagy az egyes emberre vár, hanem ami most már az egész emberiségre is. Ugyanis ahogyan éltünk, ahogyan választott a legtöbb ember, annak ez a következménye. Egy darabig eltartana, amíg mindent felfedeznénk ezen a karakteren. Ha csak a szemét nézzük, akkor az a maga a háromszög, abban benne a szem, a háromszög benne a körben.
Ugye ez tükröződik oda saját magára, úgy, mint az ahogyan fent, ugyanúgy lent. Maga ez a bikafej szerkezet az aranyborjúra utal, illetve arra, hogy az emberiség a kezdetektől fogva valamiféle bálványt imádott. És a bikának, illetve ennek a borjúnak kulcs szerepe volt ebben, ami szintén visszamegy az írásokhoz, hiszen az Aleph karakter, ami Jahuával azonosítható, az maga egy bika. Ezért is találta ki az ellenség azt, hogy ezt a karaktert, ezt a szimbólumot fogja felhasználni, mint ahogy minden mást egyébként. Maga az új tartása is érdekes, hogy a V betűről is volt már szó, hogy mit is jelent valójában ez a kéztartás. Egyébként pedig szarvakhoz hasonlít, a szarv pedig szintén visszamegy a bikához, vagy a kecskéhez, a kecske pedig, amikor mondja a megváltó, hogy jobb kézre állítja a bárányokat, és bal kézre pedig a kecskéket, és azok mennek majd a tűzre, ami fenn van tartva, ami kezdetben ugye Sátánnak volt előkészítve, és az angyalainak, mostantól azonban az emberek is ugyanoda kerülnek. Pontosan azért, amit tette. Máté 25:41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozatok tőlem, ti átkozottok örök tűze, mely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Ez az, ahova kerülni fognak. Ugye itt arról beszél, hogy a bal kezen állók, akik nem segítették őt, de hogyha megnézzük a 32-es versben, láthatjuk, hogy azt mondja, hogy elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a kecskék mennek a bal oldalra. Ezért jelenik meg oly sokszor a szarv, mint szimbólum, ezért mutatja azt mind a két kezével egyébként, úgy is néz ki maga a kéz, illetve az a két bármi is az ott, mint hogyha szarv lenne. Ugye arról beszélt, hogy készülj fel a tökéletes viharra, azért, mert ha egyszer már az enyém vagy, ugye ezt elmondja még egyszer, akkor onnan nincsen visszaút. Láthatjuk újra ennek a bárminek is a fejét, aminek az orjuka is két ilyen kis állatfején, csak most vettem észre, valamilyen nagymacska lehet az, de innen már nincs visszaút. Szóval amikor az ember már meghozta a döntés, leélte az életét, onnan nem lehet már visszatérni. De azt hiszem, hogy ez a karakter, Juicy J, fogalmam sincs, hogy ki ez, valamilyen rapper forma lehet. Ugye Katy Perry-re utal, úgy, mint hogy ő egy fenevad, és én őt karmának hívom. Hát, ha valaki nem hallott még a fenevadról, akkor annak elég nagy lemaradásban van. Az egész írás tele van a fenevaddal, úgyhogy akit érdekel, az nézen utána. Különösen jelenések könyve. A fenevad jelképezi a világot uraló birodalmakat, mint Babilon, Asszíria, Egyiptom, a görög, illetve a perzs, a római, ezek a birodalmak. Ezek voltak mindig is a fenevadak, ma pedig ugye ez az angol száz gyarmat birodalom, ami ezt magába foglalja, különösen Amerika. De átvitt értelemben a világot jelképezi a fenevad. Fenevad azért, mert egy törvénytelen rendszer, ami az a teremtő ellen fordul. A karmát biztosan ismeri mindenki, a ok-okozat, pontosabban a ok és okozat viszonya kölcsönhatása, mint fogalom, szerepel az ősi hindu, taoista, buddhista tanításokban, szerepel a modern világ szemléletek ismeret anyagában is. A modern világ szemléletek ismeret anyagában is szerepel. A karma törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár. Minden, ami történik a világban, az maga egy következmény is, vagyis valamilyen oknak az okozata. Erről szólt az egész dal. Amelyik oldalt választod, annak a következményeit fogod viselni. A cselekedeteknek megvan a következménye. Mint ahogy folytatja is, hogy a karma tágabb értelemben cselekedet, tett vagy mű. És minden tényezőre vonatkozik, ami a világban történik, és következménye jár. Vonatkozik az akciókra, a reakciókra, általában a világ törvényei által irányított aktív, természeti folyamatokra, eseményekre, az élettelen létezők hatásaira, emberi állati cselekvése, de az embernél fejlettebb, magasabb szinten álló lények, istenek, szellemek megnyilatkozására is. Minden aktivitás, azaz ok, okozatot szül,
Minden ok előzőleg létrejött okozatból eredeztethető. Így jön létre az ok-okozat összefüggések végtelen hálózata. Mikor azt mondom, hogy a tudomány az, amit régebben mágiának, vagy varázslatnak hívtak, vagy alkímiának, akkor erre is gondoltam. Úgy, mint a fizikai törvény, a hatás-ellenhatás, akció-reakció, úgy az ok-okozat is. Természetes az, hogy van ilyen, ettől függetlenül ez még nem változtat a lényegen. Az iskolában gyakorlatilag mágiát tanítanak az embereknek úgy, mint tudomány. Hiszen a tudomány nem más, mint mágia. A karma nem jutalom vagy büntetés, hanem következményeket kiváltó szigorú törvény. Nem azonos a sorsa, az eleve elrendeléssel, újjászületés tanával. Arról beszél, hogy ő karmának hívja, aki választ egy oldalt, az utána viseli annak a következményeit. Ez az, amiről beszél. Ő kieszi a szívedet, úgy, mint Jeffrey Dahmer. Aki nem ismeri Jeffrey Dahmert, annak megmutatom, bár... Ez egy hosszabb történet lenne. Jeffrey Dahmer... Én úgy gondolom, hogy egy hoax volt, úgy mint a legtöbb. Úgy mint ahogyan a legtöbb sorozatgyilkos. Ő Jeffrey Dahmer állítólag. Állítólag ő. Jeffrey Dahmer egy sorozatgyilkos volt, aki legalább 30 nőt ölt meg, de egyébként ilyen 56... Ja, bocsánat, ő Ted Bundy egyébként, aki a képen látható, de... Jeffrey Dahmerről azt írja, hogy fiatal korában kis állatokat ölt a szomszédjainak, az akármiét megölte, de mondom, a nagyobb sorozatgyilkos események azok mind-mind ugyanúgy hoaxok voltak, mint ahogy ma hoax az összes dolog, amiről mi hallunk. Nem mondom, hogy nincsenek sorozatgyilkosok, csak azt mondom, hogy amik az újságban vannak, azok mind valamiféle propaganda elem, és egy ugyanazt a programot szolgál, mint az összes többi hoax. Azért hasonlítja ezt a nőt Jeffrey Dahmerhez, aki kieszi a szívedet, aki egy fenevad, aki olyan, mint a karma, hogy amit választasz, annak a következményével számolnod kell, és ha őt választod, akkor annak ez a következménye. Nem tudom, hogy ez hogy illik bele egy popzenébe, hogy a magát a főhőst úgymond egy sorozatgyilkoshoz hasonlítsa, aki kieszi az ember szívét, de ez a helyzet. A Szent Háromság látható egyébként ezen a ládán, Isis, Horus és Osiris, ugye mint a keresztény Szent Háromság, plusz az aranyborjú feje, szintén ott van a ládán. Ez már ismét Katy Perry, ugye még mindig ugyanaz a helyzet. Utána azt mondja, hogy óvatos legyél, hogy nehogy, hát nehogy oda vezesd magadhoz, nehogy magadhoz túl közel engedd ezt a karaktert, akiről szól ez a dal, aki tulajdonképpen Satán vagy az ellenség. Igen, azt mondja, hogy nehogy félrevezesd, nehogy elhites vele valamit, ez az, amiről beszél itt. Megint csak itt van egyébként a két... Meg akarom nézni, hogy mi ennek az embernek a sorsa. Ja, igen, itt lesz a két dobókocka. A két dobókockára már volt szó a múltkor szerintem. Két dobókocka az 33 angolul. És ez az, ami itt van. Arról nem beszélve, hogy a dobókockának ugye 6 oldala van. És két dobókockában megvan az a páros, úgy mint a 6-6-66. Az egyiptomi szimbólumokkal díszítve. Ez aztán rákerül erre a ládára, vagy ajándékra. Majd azt mondja, hogy
ugye, hogy ne hitegesd, ne vezess félre, és aztán arról beszél, hogy attól a szerelemtől, amit érzett, amit igen, hát érez, hogy érzett, ez iránt a nő iránt, attól a szíve teljesen megbolondult. Úgy írja, hogy mintha szteroidot szeret volna a szíve, ez az, amiről beszél, hogy az embert megbolondítja ez az erő azáltal, hogy mindezeket a varázslatos dolgokat ígér és mutatja be. Elkápráztatja tulajdonképpen, úgy, ahogy egy nő félrevezet, vagy elkápráztat egy férfit, hogyha azt akarja, vagy olyan. És utána arról beszél, hogy szerelembe eshetsz, amikor találkozol vele, ami ugye egy problémát fog okozni, és hogyha ha egyáltalán van esélyed arra, akkor jobb, hogyha megtartóztatod őt, vagy távol tartod őt, de lehet, hogy arra gondol, hogy megtartod magadnak, de szerintem úgy érti, hogy jobb, hogyha távol tartod őt magadtól, ugyanis, hogyha összetöröd a szívét, akkor olyan hideggé válik, mint a fagyasztó, mint a megfagyott volna. Tehát, amiről beszél, az ismét csak az, hogy nem lehet, az ember nem tud a határvonalon egyensúlyozni, valamelyik oldalt választania kell, és a legtöbb ember ezt az oldalt választja, ez természetes, hiszen ez elkápráztatja, ez sokkal egyszerűbb, ez sokkal élvezetesebb, ez sokkal könnyebben járható, hiszen nem szükséges hozzá semmiféle önuralom vagy önfegyelem. Ezért a legtöbb ember ezen az úton jár és ezt az utat választja. A másik, az egész történelem tele van ilyen félig ember, félig állatokkal, de ha valaki utána néz annak, hogy Nahás az mi volt valójában, akkor rájön arra, hogy sokkal inkább Nahás az egy krokodil volt. Ezért mondta azt neki, hogy hasadon fog csúszni és port eszel, hiszen nem feltétlenül nem volt lába előtte, de utána nem lett. Egy ilyen krokodilszerű dolog volt. Az egyiptomiaknak volt is egy krokodil fejű istenük többek közt, mint hát ugye minden más. Most azt mondja, hogy ez egy tündérmese, azzal a lovaggal, aki ugye a csillogó páncélban van, és ez a nő lesz Csipke Rózsika, ő pedig Csipke Rózsika lehet, aki kómába kerül. Úgy gondolom, hogy én szerelmes vagyok belé, hogy én szeretem őt, erről beszél. Úgy magával ragadott úgy, mint egy hullámvasút. Ugyanúgy, ahogy a melyik volt az, amiben a Vidám Parkban voltak, azon is a hullámvasúton ült azért, mert olyan ez az egész a legtöbb ember számára, mint egy hullámvasút. Egyszer fent, egyszer lent. De igazából nincsen befolyása az embernek arra, hogy mi történik vele, hiszen amikor átengedi magát ennek a mágiának, ennek az oldalnak, akkor onnantól kezdve az irányítás kicsúszik a kezéből, és ez a nő, nem véletlenül egyébként a nő szimbolizálja ezeket a legtöbb klipben. Már nem úgy értem, hogy a nők eredendően gonoszak, hanem a férfi az, akit el kell csábítani, az emberiséget, a férfi jelképezi az emberiséget, a nő jelképezi a csábított magát. Úgy magával ragadja, ahogyan egy nő megbabonáz egy férfit, ez az, amiről beszél. Mint ahogy a hullámvasút magával ragadja az embert, hogy kicsúszik az irányítás a kezéből, akkor, amikor eldöntötte, hogy igen vagy nem, amikor elkötelezte magát, mikor részt vesz ebben az egész játékban, onnantól kezdve nincs az irányítás az ő kezében. Megint előkerül az, hogy az ő szerelme olyan, mint egy drog, ugyanúgy, ahogy az E.T.-ben, ugye, hogy a szerelmed olyan, vagy a méreg, amiről beszél, aztán azt mondja, hogy megpróbáltam ebből kilépni, annyira magával ragad, hogy teljesen szétestem, ez az, amiről beszél, hozzászoktam, de úgy, mint hogy a rabjává váltam. Pontosan úgy, ahogy szimbolizálja ez a nő
ezt az eseményt. Úgy az emberiség követi az ellenséget. És az ellenség az, aki most felmegy ennek a piramisnak a tetejére, hiszen a tudás az, ami az egész emberiséget vezeti. Eltértünk olyan mértékben az eredendő parancsolattól, hogy ne azután a tudás után menjünk, hogy tulajdonképpen az egész világ azt csinálja tudatlanságában, hogy megy ezután a tudás után. Ma tudománynak hívjuk, és elhittük, hogy ez egy nagyszerű dolog, hogy ez szükséges, hogy ez így vagy úgy vagy amúgy. És hogyha a varázslattal, vagy az illúzióval akarsz játszani, mert a tudomány, ha ezt az utat akarod követni, akkor annak az az eredménye, tudnod kellene, hogy mi az, amibe belekeveredt. Ugyanúgy, ahogyan elcsábította ez a nő azokat, akik elé járultak, ahogy elpusztította őket, ugyanúgy az ellenség is az egész emberiséget elpusztítja és magával rántja, és hogyha megmered csinálni ezt, döntsd el, hogy igen vagy nem, melyik oldal az, amit választasz, ez úgy tör rád majd, mint egy sötét ló, észrevétlenül, hirtelen, ellenállhatatlanul. És megszületik a főnix, újjászületik a poraiból, megújul, ahogyan a nap, minden nap újra születik, az éjszaka és a nappal váltja magát, így születik újjá most ez a lény. Ezért jött fel a tetejére ennek a piramisnak, ezért nyitja ki a szárnyát, hiszen újjászületett, és az a kérdés, hogy készen állsz-e arra a tökéletes viharra, ami közeledik, ami annak az eredménye, hogy milyen döntéseket hoztál életed során, illetve hogy mi kollektíven milyen döntéseket hoztunk. És így született újjá Vénusz, Afrodité, a szerelem, a bujaság, mindaz, ami tönkreteszi a világot. Ebben a tökéletes viharban ugyanis te az enyém vagy, és amikor már az enyém vagy, onnan nincsen visszaút. És láthatjuk azt, ahogyan elkészült a piramis, ami visszavisz minket egészen Bábel tornyáig, amikor az emberiség elhatározta, hogy megpróbálja a teremtőt letaszítani a trónjára. És innen már nincsen visszaút. És ez maradt az emberből, ami ugye egy ilyen hibrid, ugyanúgy, ahogy az előző klipben is egy hibrid maradt, csak itt egy kutya. Úgyhogy ha valaki esetleg nem fogta volna az adást, akkor az azt jelenti, hogy az ember olyan, mint hogyha az ő kutyája lenne. Tudatlanságában követi. És még szereti is. Katy Perry Sötét Ló című klipje. Végülis az üzenet ugyanaz, ami eddig is volt. Csak egy másik tálalás. Valószínűleg ez sokkal inkább a szimbólumokat tekintve mondom, ez egy teljesen egyedülálló dolog. Én nagyon régen láttam ennyire egyértelmű üzenetet. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!